Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispás labdarúgóbajnokság első osztályában már a 20. fordulóban eldőlt a 2002-2003-as bajnok a Szépházak 94 ingatlan iroda csapata. S hogy az éves diadalokat arató együtteseknél maradjunk, a héten a 2001-es aranyérmes Csípuszi Atlantis Pub a tavalyi bajnok Bombon csapatával csapott össze. Kispályás labdarúgó bajnokság 20. fordulójában Csépluszé Bombon e találkozó korábban rangadónak minősült volna, azonban a Csépluszé jelenlegi helyezése nem engedi azt következtetni, hogy a tabelán, hangsúlyozom, a tabelán elfoglalt pozíciókat figyelembe véve egyenrangú csatának lehetünk szemtanúi, de nagy valószínűség szerint, és reméljük, hogy erre rácáfolnak majd a játékosok. A tabellán jelenleg második a Bombon, a C plusz V pedig még akár a kieső helyre is kerülhet, hiszen a 9. helyen áll 25 ponttal, mindössze 3 pontra vannak a kieső helytől. A két csapat összeállítása a C plusz V kapuját Diszlő Péter őrzi, két mezben játszik a C plusz V. A kezdő emberek pedig mezőnyben 11-essel, Mayer 12-essel, Vadász Imre 4-essel, Müller 5-össel, Pott 9-essel pedig Kiszi József. A Bombonnál a kapuban Fehér István, Hegedűs Ferencet váltotta tehát. Mezőnyben 3-assal, Csillag 9-essel, Knausz 13-assal, Fésű, de nézzük a kontraakciót, ott beadása magasnak bizonyult Müllernek. 7-essel Molnár Csaba, és 10-essel Csucsánszki Zoltán. Knausz, Csucsánszki, Fésű, Csénagy. Vadász lépett ki, Molnár nem mozdult a labda felé, Kiszi, Mayer, Csénagy őrzi keményen, és szereli is Csucsánszki. Molnár, ott szerelte Vadász. Két csapat a bajnokság őszi idényében szoros mérkőzést játszott egymással, és akkor a Bombon 4-3-ra nyert. Kiszi, Vadász. Azt hiszem, nem árulok el titkot, hogy a 20. játék héten eldőlt, hogy a Bombon már nem érhet oda a tabella élére, első helyére. Tehát nem tudja megőrizni címét, hiszen a Szépházak ingatlan iroda e fordulóbeli győzelmével megszerezte a 2002-2003-as első osztályú bajnoki címet, de hát a részletekről majd később az összefoglalóban. Csucsánszki, Csénagy, Knausz, Fésű, Csucsánszki, Kiszi most már a labdával. Knausz szeretné becsapni, nem tudott meglépni, Müller, kirúgás. Múlt fordulóban a Csépusz 4-2-es vereséget szenvedett a Kupfecától, a Bombon pedig 6-6-os döntetlent játszotta
dobogóért küzdő Bretton RT-vel. Fésű. Csucsánszki. Csina gyengedte maga elé a labdát, aztán begurítja középre azt. Nem érkezett azonban csapattárs. Biztul. Pott. Vadász még megmentette a vonal előtt. Fehér kapusé a labda. Fésű. Ez nem igazán ment emberhez. A hatodik percben járunk már. 0-0 az eredmény. Kiszi veszi le a labdát. Aztán dekázgat egy picit. Szép mozdulattal lőtte el a labdát. Fél fordulatból. Knausz. Csínai mozog keresztbe. Fésű. Csucsánszki. Knausz. Csínai. Pott. Kiszi. Messze a kapu mellé. Knausz. Csucsánszki. Csínai. Átlépi a labdát, és ez becsapja Diszlő Pétert. A hetedik percben megszerzi a vezetést a bombon. 1-0 az eredmény. Tőle. Fehérnek kellett védenie vadász lövését. Fésű. Csucsánszki tovább perdíti. Csépluszé szabad rúgás. Pott. Fel a magasba, aztán merre veszi, de kázgat, gyönyörű! A felső létről vágódott ki a labda. Látványos megmozdulás Kiszi Józseftől imáron a második a találkozón. De gól egyelőre nincs belőle. Csucsánszki, Müller Csaba halászta le a paszt. Knausz. Késő. Csucsánszki. Müller. Kiszi. Vadász háta mögé érkezett a labda. Csucsánszki. Molnár Csabát futtatta a szélen. Müller. Kiszi. Vadász. Csucsánszki. Knausz. Csínagy. Molnár. Egy szép emelés. A labda azonban a kapu tetejére pottyan. Marad az 1-0-ás gondon vezetés. A Csépluszi Atlantis Cup csapatában Szabó József és Horváth Ferenc várnak még bevetésre a cserepadon. A másik oldalon, azaz a Fehérmezes Bombonnál
Szoboszlai és Szőlősi ülnek. Csucsánszki. Vadász Imre előzte meg Molnárt, Kiszi. Kiszi még a labdával, aztán Knausz szereli. Molnár. Mayer lép ki rá. Szereli is. Kiszi. Ott. Mayer. Csucsánszkit csapja be egy csellel. Szoboszlai a pályán, Molnár Csaba helyett. Egyes számot visel Szoboszlai Zsolt. Ott. Vadász. Jó a kényszerítő. Ott. Fehér védlábbal. Mayer bedobása. Ott fejelt volna. A labda azonban elsuhant a fejek fölött. Knausz. Fésű. Knausz. Fehér kapus. Müller a leghátsó ember a csépuszvéven. Szoboszlai elől fejelte vissza a labdát a mezőnybe. Kiszi. Jól vette észre Vadászt. Fehér üti ki a labdát Müller Csaba elől az utolsó pillanatban. Csucsánszki. Csínagy. Vadász Imrét találta telibe. Müller Csaba még megmenti a vonal előtt. Kiszi. Vadász, Csucsánszki lép bele a lövésbe. Szoboszlai, Csénagy érkezik a túloldalon, kapja is a labdát, ellövi keresztbe a kapu előtt. 12. perc, 1-0-ás bontban vezetés. Ott. Vadász. Mayer. Vadász. Kiszi. Müller Kiszi felé. Aki egyből lő a kapu fölé. Fésű. Szoboszlai. Csucsánszki. Fésű zárkózik fel. Jobb szélen Szoboszlai kapja a labdát. És most a kapu fa siet. Viszlő Péter és a csípuszvé segítségére. Mayer. Ott. Csucsánszkiban akadt el Vadász. Kiszi nem tud lefordulni, hosszan vette át a labdát. Fésű. Szoboszlai. Fésű kapja vissza, aztán most már Knausz Tamásnál a labda. Csucsánszki. Kiszi érkezett zavarni, Szoboszlai, Csucsánszki. Egy lövőcsel, aztán tovább cselezget Knausz. Nagyon ki akarták játszani. Igaz, hogy Knausz igen éles szögből vállalkozott, de ő nem is kapura akarta tenni a labdát, hanem bepasszolni középre.
éppen nem érkezett senki a labdára. Nausz, illetve Csicsánszki. Ott zavarta, és Csicsánszki pedig kivezette a labdát az oldalvonalon túlra. Szöglet. Szoboszlai ért bele utoljára. Pot szöglete, kiszíveszi át a labdát, és aztán egy bunyó hatoson belül Mayer és Fésű akaszkodik össze, és két-két perces büntetést kap mindkét játékos. Nem túl szép jelenet. Helyezkedtek középen a kapu előterében, és aztán a nagy helyezkedés dudakodásba ment át. Müller. Csínagy engedi maga elé a labdát. Müllerben akadt el a passz. Vadász. Fehér védett a labda, pont középre érkezett Szoboszlai. Müller Csaba akadályozza meg Szoboszlai abban, hogy passzoljon. Csucsánszki bedobása Szoboszlai. Pocsánul őrizte szorosan. Szöglet. Tizenhetedik perc, 1-0-ás gondon vezetés Csínagy felé. Kiszi. Ott. Nausz. Bedobás. Müller kezében a labda. Kiszi nem találta el jól, Vadászhoz kerül a labda. Szoboszlai indul meg, Szoboszlai. Diszlvéd. Újabb szöglet következik. Csucsánszki be középre. Csínagy. Disznőről levágódik. Nausz gyűlheti be. Inkább hazafejeli kapusának. Kiegészültek a csapatok. Mayer László helyett a Csépülsz Fiatlan Tiszklapban 10-es számmal Szabó József a pályán. Csínagy. Szabó első labda érintése, ez is megvolt. Vadász. Ottnak egy picit magas a labda. Fésű. Csínagy. Müllerrel csatázott, és a kékmezesek dobhatnak. Vadász. Szabó. Müller. Vadász felé merre veszi a labdát, egy picit hosszan azonban, és Fehér odaér. Szabó távolról a kapu fölé. Csucsánszki. Újabb csere a bombonnál most. Szőlősi a pályán Csínagy helyett. Két perces kiállítás Szoboszlai Zsoltnak.
reklamálásért, hogyha minden igaz. Emberelőnyben a Csíkuszé 20. percben. Müller. Pott. Hadász kiengedi, bedobás. Fésű fejeri ki. Pott. Müller. Ismét Pott Sándor. Járatják a labdát a kétmezesek. Müller most lövésre vállalkozik. Fésű lábáról hagyja el a labda a játékteret. Müller. Vadász. Hosszan vette át. Odaértek a védők. Szabó József vetődött előre, úgy fejelt, fehér védett. Pott belobása. Vadász érkezik. Szőlősi pedig szorosan őrizte. Kirúgás következik, pontosabban szabad rúgás. Vadász Imre volt szabálytalan Szőlősivel szemben a játékvezető szerint. 21. perc, 1-0-ás bombon vezetés. Kivédekezte a két perces ember hátrányt a bombon. Csucsánszki a pályán, és ő végzi el a szabadrúgást. Szőlősinek gurította le, nem is volt rossz elképzelés, disznó védett. Fésű át a túloldalra, de Csucsánszki hát a mögé. Pott. Vadász. Kiszi. Szőlősi esik el, Pottal ütközött. Szállal delekésett a labdáról. Szép játék volt. Csucsánszki. Fésű. Szöglet. Müller Csaba lábáról pattant az alaponról. Túra a labda. 23. perc. Csucsánszki szöglete. Müller szabadít fel. Szabó. Három ember között lövi el. De a kapu mellé szállt. Szőlősi, Knausz, Fésű. A labdát kell keresni a palánk mögött. Müller Csaba a becsületes megtaláló. Pott Sándor bedobása. Kiszi. Müller. Vadász. Müller. Szabó. Szabó még mindig. Knausz lépett közbe. Vadász. Szabó perdíti tovább, Kiszi helyezkedik, Kiszi, Fésű belőtte a labdát, Szőlősi, Fésű, Müller szelidíti meg, aztán lő távolról, de lecsúszott a lábáról, így a labda a kapu mellé suhan, Fésű, az első félidő utolsó perce kezdődött meg, Knausz híveli előre a labdát. Molnár. Pott. Müller. Pott Sándor. Müller. Vadász.
Kiszi. Vadász. Erőszakos. Fésű állt a útját. A Csépúszvé játékosai büntetőt reklamálnak. A játék azonban mehet tovább. Knausz. Fésű. Fehér. A rendes játékidő ebben a pillanatban letelt, és a játékvezetők is úgy gondolják, hogy véget szakítanak. Az első félidőnek 25 percnyi játék után 1-0-ra vezet a Gombon. Bombon vezetésnél kezdődik a második félidő. Csucsánszki, Szőlősi, elesik a labdában. Vadász bedobása, Szabó. Vadász, mellé. Fésű, Csucsánszki. Fejjel tovább, Kiszi, fehér véd, Knausz, Pott, Szabó, Csucsánszki. Szoboszlai. Májér ért oda. Csucsánszki szöglete. Nem érkezett be futó ember. Vadász. Kiszi. Vadász Imrének gurítja hátra. Vadász lövi el, fehérvér. Csucsánszki perdíti tovább. Szoboszlai fordulhat. 3-2-ben Csucsánszki, Csucsánszki, diszlővéd. Kiszi. Pott. Fehérnek kellett közbeavatkozni, a pott bedobása. Kiszi érkezik. Fehér véd bravúrral. Vadász bedobása. Kiszi veszi merre. Majd Knausz szabadít fel. Májer. Fésű. Csucsánszki. Fésűnek vissza. Csucsánszki. Szőlősi. Májer sarkán pattant meg a labda, Disszul lépett ki, és aztán Vadász hozta játékba. Kiszi sarokkal Szabónak, aki a kapu fölé és mellé lőtte a labdát. Knausz.
Szoboszlai jól tartja a labdát, Vadászra vezeti rá, és tovább megy Szoboszlai, szép szóló, Diszl Péter védett a végén. Szoboszlai bedobása, Szőlősi esik nagyot. Kiszivel harcoltak a levegőben. Diszl, Vadász, Mayer, Nausz szereli, Szoboszlai, lágyan csak bele ért a labdába, belepött szintet, Diszl azonban helyén volt. A bombon hozhatja játékba a labdát, bedobással Csucsánszki, fésű fejelte le, Pott. Szabó felé, Szabó egyből. Veszélytelen volt a kapura a lövés. Knausz. Szőlősi. Mayer jól fordul le, de aztán elveszti a labdát. Knausz. Nagy lövés a kapu fölé. Pott. Knausz. Szoboszlai. Saját lábára sarkalta. Vadász. Csucsánszki adja haza. Fehér pedig előre vágja a labdát. Mayer veszi le saját tér felén. Kiszi. Mayer László kapja vissza. Szabó. Pott. Knausz. Szoboszlai. Kiszi. Szabad rúgás. Szoboszlait buktatta. Ott. Csucsánszki végzi el a szabadrúgást. Kapura szerette volna lőni. Pott Sándor azonban közbeavatkozott. Fésű. Szabadrúgás kifelé. Szoboszlai lökött. Mayer. Szőlősi, és ahogy fordul a Vadász Imre, rögtön buktatja. Bonbon szabadrúgás. Csucsánszki. Ott. Vadász. Kiszi. Kiszi még. Gól. 1-1. Kiszi József egyenlít. Ügyesen cselezgetett. Knauszt is becsapta. És aztán a kapu jobb alsó sarkába lőtte a labdát. 33. perc. 1-1 az eredmény. Ott. Szőlősi támadta. Vadász. Vadász. Kiszi. Knausz érkezett hátra. Knausz cselei. Eddig jó, Szoboszlai. Disznővéd. Szöglet. Csucsánszki gyorsan lehelyezi a labdát a sorokpontra. Mayernek kell hátrébb mennie a labdától. Szoboszlai. Aztán Szőlősi ismétel.
nem talált el jól. Szabó. Müller és Knaus csatázik. Knaus. Szőlősi. Csucsánszki. Szőlősi. Knaus. Érkezett és egyből lőtt. A labda elkerülte a kaput. Müller. Két játékos talpa alatt is elgurult a labda, aztán végül oda keveredett valahogy Kiszi elé, aki egyből lőtt szinte teljesen pontosan ugyanoda, ahova az egyenlítő gólt holnál. 36. perc, és már a Csépülszvi Atlantis Pub vezet 2-1 az eredmény. Fésű. Ott. Szabó. Müller. Kivezeti. Szabó. Kiszi. Távolról tüzel. Mellé. Csénagy. Fésű. Csénagy. Ismét szabadrúgáshoz jutnak a fehérmezesek. Csucsánszki a labda mögött Kiszi az egyszemélyes sorfal. Csucsánszki pedig mellé és fölé lövi a labdát. Diszlő szépen, komótosan, rutinosan helyezi le a játékszert a kirúgáshoz, és keresi az embert, hogy kinek adhatná. Csénagy fejelte vissza a Csucsánszki, Pott, Szabó, Mayer, Szőlősivel szemben Szabó, Csénagy érkezett oda a lövés pillanatában. Bedobás. Müller Csaba kezében a labda, Pott Sándor. Tovább pattan Szoboszlai most már, aztán Csénagy a szélen. Csénagy a kapu mellélő. Gyors kontraakció, de a helyzet kimarad. A 38. percben marad a 2-1-es Csépülszvi vezetés. Ott. Kiszi. Müller. Kiszi lefordul Szőlősiről, és elgurul a labda a kapu előtt keresztbe. Csénagy. Késő. Molnár Csaba nem ért bele. Pott. Disztlőt hozta kellemetlen helyzetbe. Müller. Mellé. Egyre több lehetősége van a Csépülszvének. Bontban a bonbon. Csénagy. Fésű. Csénagy. Ott szereli, a labda azonban Szőlősihez kerül vissza, Fésű. Szabadrúgás. Egy méterrel hátrébb kellett vinni a labdát. Szoboszlai. Disznó védlábbal a bal alsó sarok felé tartott a labda.
Szoboszlai. Szőlősi. Müller lépett bele. Szöglet. Szoboszlai szöglete, Müller Csabánban akad el. Bedobás következik. Szoboszlai kezében a labda, Fésű fejjel középre, Kiszi pedig felszabadít. Csénagy. Szőlősi. Csínybe kapta picit. Nájer. Müller. Nem találta el a kaput. Szőlősi. Fésű. Szoboszlai. Szoboszlaihoz kerül vissza. Centiméterekkel a jobb kapufa mellett hagyta el a labda a játékteret. Marad a 2-1-es Csíkuszi vezetés a 41. percben. Disztul. Fésű erőzte meg Kiszit. Mayer távolról, Fehérnek kellett közbeavatkoznia. Mayer. Kirúgás. Fésű. Kiszi állítja meg a felező vonalnál a bombon akcióját. Szőlősi. Szoboszlai. Molnár nem tud lefordulni. Pot volt szabálytalan. Szoboszlai, Disztlvéd. És aztán Szoboszlaihoz kerül vissza. Szőlősi most már. Kiszi. Vadász Imre zárkózik fel segíteni a bal oldalon. Kiszi még tartja egyenlőre a labdát, aztán Müllerhez passzol hátra. Csénagy emelte túlságosan magasra a lábát, veszélyes játék. Csé plusz V szabad rúgás következik. A távolság 6,5 méter. Inkább legyen 7, mondja a játékvezető. És előzékenyen hátrébb gurítja a labdát. Kiszi fogja majd legurítani. Kérdés, hogy kinek, Vadásznak vagy Müllernek. Egyelőre helyezkednek a játékosok. Müller lövi el mellé. Csénagy. Fésű. Kiszilögte meg. Szőlősi. Fésű. Szoboszlai, Csínagy. Ott Sándorban akadt el a labda. Bonbon bedobás. Szoboszlai lábbal hozza játékba a labdát. Szőlősi. Fésű. Kiszi. Szőlősi szereli. Szoboszlai. Fésű felé. Vadász fejelte fel a magasba. Fésű Vadászról vágódik le. Molnár Csaba. Aztán ismét Fésű. Ez veszélytelen a kapura. Tisztlő Pétert sürgetik a játékvezetők. Fésű lökte meg Kiszit. Szabad rúgás.
Kiszi József a labda mögött. Vadásznak borítja le, aki a kapufát találja el. Csucsánszki. Csínagy. Csucsánszki. Szoboszlai. Vadász lép ki. Kifelé jár a szabadrúgás. Müller Csaba is. Molnár Csaba akaszkodott össze. Májer. Csínagy előzte meg. A mérkőzés utolsó 5 perce kezdődött meg. 2-1-re vezet a Csíplusi Atlantis Club. Kiszi. Vadász. Májer. Potnak hosszú. Hát bizony rohannia kell most a fehérmezeseknek, hogyha legalább az egyik pontot meg szeretnék menteni. Csucsánszki. Kiszi veszi el tőle a labdát. Kiszi még mindig. Májer középen kapja is. 3-1. Kiszi volt határozott. Megszerezte a labdát Csucsánszkitól, aztán egy pici lökés után középre passzolt érkezett Májer, aki az üres kapuba vágta a labdát. 46. perc, 3-1-re vezet a C plusz V. Szőlősi, Vadász, Csucsánszki, Szőlősi. Csucsánszki bedobása. Mindenki előtt átpattog a labda. Azonban úgy néz ki, hogy beleért egy kékmezes játékos, hiszen szöglet lett a dologból. Szoboszlai. Kiszi. Vadász. Vadász még. Ellövi keresztbe. Csínagy. Csucsánszki. Vadászban akadt el, aztán Csucsánszki korrigálta hibáját. Csínagy fejjel mellé. A Bombon igen enerváltan játszik a mai mérkőzésen, és mindez bizonyítja, hogy a Csíplusz vezet 3-1-re, akkor, amikor 2,5 perc van hátra a rendes játékidőből. Csucsánszki. Szoboszlai. Májert csapta be. Szoboszlai tartja még a labdát. Hárman is körbevették, aztán Szőlősi, és Májer vágja ki. Csucsánszki. Kiszi. Müller. Kiszi. Kiszi még mindig. A felső lécet találja el. Csucsánszki. Szoboszlai. 3-2. 2 perc van hátra pontosan a mérkőzésből. Felzárkózik a Bombon. A középkezdést meg kell ismételni. Hiszen előre kell kezdeni az új szabályok értelmében. Müller, Kiszi és Szőlősi verekszik, húzza vonja egymást a labdáért folytatott harcban. 3-2-es C plusz fél vezetés. Disztl. Font
visszatért a labda. Müller adja vissza sportszerűen a labdát. Csénagy, Csucsánszki. Az utolsó percen belül járunk. Csucsánszki. Molnár. Májer László rúgta a labdát Molnár lábára. Csíplüszé bedobás. Csénagy fejeli ki a másik oldalra. Pott. Kiszi. Kiszi még mindig tartja a labdát, húzogat és aztán lő jobbal a kapu mellé. Csucsánszki. Sikerül egyenlíteni a Bombonnak. Hát egyelőre nem jut el a kapuig, és most már nem is fog. A G plusz Atlantis Club 3-2 arányban megnyeri a mérkőzést. Én úgy érzem, hogy megérdemeltem, hiszen a kékmezesek akarták jobban a győzelmet, és szervezett védekezésüknek köszönhetően, na és persze a remek góloknak ezt meg is tudták valósítani. Még egyszer a végeredmény, G plusz Atlantis Club Bombon 3-2. A 20. játékhét összefoglalójából megtudhatjuk, hogy a maratonsport tavasszal tovább menetel, vagy hogy a már bajnok Szépházak öröme nem felhőtlen, hiszen kérdéses, továbbra is együtt tud-e maradni a jelenleg verhetetlen csapat. Két olyan csapat találkozott a Bretton RT bádogos mérkőzésen, amelyek az utóbbi fordulókban nem jeleskedtek a pontszerzésben. A támadókban fellépő Bretton már a 4. percben megszerezte a vezetést, és az előny tudatában is tovább rohamoztak a piros-fehérek. A bádogos a félidő közepétől tudott igazán partnere lenni ellenfelének, azonban a kialakított helyzeteket egyik oldalon sem sikerült újabb gólra váltani. A második játékrész elején már jobban összpontosítottak a csapatok, és a hajrá 2-1-es Bretton vezetéssel indult. A bádogos mindent egy napra feltéve rohamozott, balóik így kedvükre kontrázhattak, és végül két újabb gólt lőve 4-1-re verték a bádogost. Sajtos kis meccs volt, nem volt szép játék, küzdelmes volt inkább, de a lényeg, hogy mi jöttünk ebből egy összesen. Miben voltatok ma jobbak, mint a bádogos? Hát nem tudom, igazából nekünk azért több cserénk volt, szerintem a végére ők egy kicsit kipukkadtak, elfáradtak. Már 3 vereség van a hátunk mögött, azt annyira benne van a csapatban a sikertelenség, hogy azok a lehetőségek, amivel még így is lehetett volna élni, azok is nem sikerültek, mert megremegett a láb, nem tudtuk eldönteni, hogy most lőjünk, passzoljunk. És hát a vége 2-1 volt a lehetőség, és pont egy ilyen lehetőségből, mikor nem tudtam eldönteni, hogy mit csináljak, kontrából lekontráztak bennünket, és már vége volt a meccsnek. A Polyák BT a dobogó alsófokán tanyázó Turulánynal csapott össze a fordulóban. A kiesés elől menekülő Polyák vehemensen kezdett, míg ellenfele rövid passzos játéka ekkor nem tudott érvényesülni. Mivel a védelmek mindkét oldalon remekül muzsikáltak, úgy tűnt, hogy gól nélkül ér véget az első félidő. Az utolsó percekben aztán két pontrúgást is eredményesen fejezett be a Turul, és az így megszerzett megnyugtató előnyt a második játékrészben tovább is növelhették volna. A védelmek azonban ekkor már újra jól zártak, így hiába rohamozott a meccs végén a Polyák BT, újabb gól már nem született. A végeredmény Polyák BT Turul Line 0-2. Nagyon jó csapat, nagyon hajtós, küzdenek, ügyesek is. Tudtunk két gólt rúgni, nagyon jól vett a kapusunk, ezen múlott. 2-0-ra feltétlenül jobban voltatok az ellenfélnél? Hát az egyen biztos, de mi berúgtuk a helyzetet, ők nem tudták, és gólra játsszák. Nem tudunk gólt rúgni, hogy nem lehet nyerni. Mi pont sem szerezzük, egyébként gratulálok az ellenfélnek. Tulajdonképpen 49 percen keresztül jól játszottatok, egy perc volt ott az első félidőnkor, két gól is bekapott a csapat. Lehet, hogy nem jól cseréltem, sőt valószínű. A kieső zónából menekülni vágyó Cooper SC az utóbbi hetekben ellenállhatatlan formában futbolozó Klub Feca ellen lépett pályára. A mérkőzés első fele kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapat megszerezhette volna a vezetést. Ez végül egy fejes után a Fecának sikerült. A játékrész nem hozott további gólokat, az ígyszerek mindkét oldalon kimaradtak. A második félidő közepéig folytatták a csapatok a helyzetkihagyó versenyt, ekkor az egyre bátrabban játszó Cooper egy szép akció végén egyenlített. Máriásék szinte azonnal postázták a választ, és úgy tűnt Feca győzelemmel ér véget a derbi. Ekkor azonban egy szabadrúgás góllal másodszor is egalizáltak a kékek, 2-2-re mentve a Klub Feca elleni meccset. Jó játszottak, most az X teljesen jogos, csak nem, egy ilyen nem góllal rossz elveszíteni két pontot.
ha rúgnak egy gólt a 10. percben, és úgy 2-2, hogy szót nem szólok, mert tényleg jól futballoztak ügyesen, csak ilyenkor már egy perc volt hátra, amikor kapták ezt a szabadrugást, mi jöttünk volna bedobással, sok volt együtt. A Cooper SC második találata tehát vitára adott okot, nézzük meg lelassítva a szituációt. Jól látható, hogy a labda nem a kapufáról, hanem a belső kapuvasról pattant ki, így teljesen szabályos volt a gól. A MÁV gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Szita KKT meccsen nagyon korán gólt láthattak a nézők, a MÁV szerzett vezetést viszonylag gyorsan, és a vezető góltalán túlságosan is nyugtatóan hatott. A feketében játszó MÁV teljesen átengedte a kezdeményezést ellenfelének, a Szita KKT élt a lehetőséggel, és a félidő közepén előbb egyenlített, majd néhány kimaradt helyzet után a vezetést is megszerezte. A második félidő elején tovább nőtt a különbség, a MÁV ekkor megpróbálta felpörgetni a játékát, és sikerült is egy gólra felzárkózniuk, azonban az újabb találatra már nem tudtak válaszolni Farkas Rolandék. A meccs végén így a Szita KKT zsebelte be a 3 pontot, 4-2-re legyőzve a MÁV gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Csapatát. A Fevita ellen eddigi legnagyobb tételbíró találkozójára készült a Szépházak 94 ingatlan iroda csapata. Nem a sárgamezes ellenfél szolgáltatta a kuriózumot, bár a Fevita lőtte eddig a legtöbb gólt a bajnokságban, hanem az a tény, hogy a Szépházak győzelme esetén már a 2003-as bajnokként ünnepelhette magát a találkozó végén. A Fevita az első félidőben nem tisztelte eddig 100%-os ellenfelét, és rengeteg helyzetet dolgozott ki, de Revelant kapust nem tudta hibára kényszeríteni. A játékrész végén megtört a jég, a meccs első gólját a fehérmezesek szerezték. Fordulás után már egyértelmű volt a Szépházak fölénye, és higgadt játékkal növelte előnyét. A Fevita szépített ugyan, de megállítani nem tudta a bajnoki cím felé menetelő Szépházak 94 ingatlan iroda együttesét, mely csapat 4-1-es győzelmével, a pontvadászat vége előtt 6 fordulóval megszerezte az aranyérmet. Elég jó volt a csapatunk egész évben, úgyhogy szerintem nagy érdemelten nyertük meg a bajnokságot. Igen, a Szépházak kiemelkedő teljesítmény jutott idén, hiszen eddig 100%-os a csapat. Minek volt köszönhető szerinted? Szerintem annak, hogy a mi csapatunkban játszanak, szerintem a nagypályás NB3-asok, akik ugye hétről hétre minden nap edzenek, és azért erőlétben szerintem most már kispán is az erőlét nagyon dominál. Tehát hiába játékos egy csapat, erővel sajnos már azon is túl lehet lépni. Igaz, hogy még messze van a bajnokság vége, de marad a csapat jövőre is? Hát reméljük, hogy egyben marad a csapat, sőt biztos szerintem, habár nagyon sok függ a nagypályás csapatok, hogy hogy állnak a dolgokhoz, hogy már ugye most is hallottuk, hogy a felcsutiak már több, mostantól nem jöhetnek, ugye a Bodajkról a Sajatszanit letiltották, úgyhogy nem tudom, hogy lesz jövőre, de mi együtt maradunk, az biztos. Gratulálok a Szépházaknak a bajnokság megnyeréséhez, hiába nagyon jó csapat, meg is érdemelték. Hát, hogyha viccelve vagy mondanám, akkor a két kapus közötti különbség győzött, hogy mi 4-et kaptunk, ők 1-et, a fiatalság most megnyerte a mérkőzést, meg hát a rutin. A 20. forduló záró mérkőzésén nem lehetett könnyű helyzetben a kékmezes totálfút, hiszen a sereghajtó a tavasszal remeklő maratonsporttal találkozott. A játékhét előtt a kieső zónától 3 pontra álló, ám stabil középcsapattá formálódó maratonsport nem is okozott meglepetést. Az első félidőben a Total Food még egyenrangú partnernek bizonyult, 25 percnyi játék után a maraton 1-0-ra vezetett. A folytatásban aztán beindult a zöldmezesek gólgyártó gépezete, és a 6 gólt szerző Szabó Zoltán vezérletével magabiztosan 7-2-re nyerték a találkozót. Nézzük az első osztály eredményeit. Bretton RT Bádogos 4-1, Poyák BT Turulány 0-2, Cooper SC Klubfeca 2-2, MÁV gépészet Szita KKT 2-4, Fevita Szépházak 1-4, C plusz V Bonbon 3-2, Maratonsport Total Food 7-2. A bajnokságot a Szépházak 94 ingatlan iroda már megnyerte, jelenleg 20 meccsből 20 győzelemmel 60 ponttal áll a tabella első helyén, második a Bonbon 38, míg harmadik a Turulány 36 ponttal. Negyedik a Bretton RT, ötödik a Klubfeca, hatodik a Bádogos, hetedik a C plusz V Atlantis Pub, nyolcadik a MÁV gépészet Alba Kerámia 57 Kft., kilencedik a Maraton, tizedik a Fevita, a kieső helyeken 11. a Poyák BT 22, 12. a Szita KKT szintén 22, 13. a Cooper SC 16 és 14. a Total Food 6 ponttal. Az 1B 20. fordulójában Offsitos Track Trailer 3-6, Placbau, Ságépítő RT 2-0, Más Tészta, VDA 1-7, Korral, Dekkebau 5-4, Hungária Taxi, FC Chelsea 4-5, Fészeképítők, Fehérvíz 3-2, Erszábalba Logisztik Széphő, Zöldker 3-4. A bajnokságot most már a Track Trailer vezeti 52 ponttal, második a Fehérvíz 51 ponttal, míg harmadik a Fészeképítők 36 ponttal.
Negyedik a Széphő, ötödik a Dekkebeu, hatodik a Korral, hetedik a Mástészta, nyolcadik az FC Chelsea, kilencedik a Zöldker, tizedik az Opsitos, a kieső zónában pedig 11. a VDA, 12. a Placbau, 13. a Ságépítő RT és 14. a Hungária Taxi. A jövő héten, azaz kedden és csütörtökön a 21. fordulóban a Bádogos a Cséplőcével, a Polyák BT a MÁV gépészettel, a Turulán a Klubfecával, a Szépházak a Bretton RT-vel, a Total Food a Fevitával, a Bombon a Cooper SC-vel, a Szita KKT pedig a Maraton Sporttal találkozik majd. Kedves nézőink, ennyi volt már a kispálya. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!